Ez a Pannon Televízió esti híradója, köszöntöm a nézőket, Friedrich Gertrud vagyok. Május 7-e van, Gizella névnapja. Műsorunk elején érkeznek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. A VMS 8 államtitkára a magyarság számára fontos ügyekért fog dolgozni a következő mandátumban is, nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádióban dr. Pásztor Bálint. Szerbiában tárgyal majd Xi Jinping kínai elnök. Letette az elnöki esküjét Vlagyimir Putyin. Oroszország régi új elnöke ezzel hivatalosan is megkezdte 5. ciklusát. Nem jött létre a tűzszünet Izrael és a Hamas között, bevonult Rafahba az izraeli hadsereg. A Vajdasági Magyar Szövetség 8 államtitkára a magyarság számára fontos ügyekért dolgozik majd a következő mandátumban is, de általános Szerbia szintjén is fontos ügyekkel is foglalkoznak, nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke kiemelte, hogy a közelgő önkormányzati választások tekintetében intenzív kampányra kell számítani az időszűke miatt, hiszen 6-7 eseményeit 3,5 hétbe kell besűríteni. Emellett szabadkai és országos jelentőségű fejlesztésekről is beszélt. A Vajdasági Magyar Szövetség államtitkárai a magyar érdekekért fognak harcolni, de szerbiai szintű ügyekből is tevékenyen kiveszik majd a részüket. Ezzel is bizonyítva szakmai rátermettségüket, mondta a Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjújában dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke és köztársasági frakcióvezetője kifejtette, hogy a változás az előző kormány munkájában való részvétel összetételében annyi, hogy az igazságügyi minisztérium helyett most a gazdasági minisztériumba kértek államtitkári helyet, ugyanis az igazságügyi reform befejeződött. Akkor tudnak magyar ügyben sikeresen eljárni, ha a miniszterük azt látja, hogy más ügyekben is lehet rájuk számítani. Elsősorban az ő feladatuk az, hogy a mi projektumainkat vigyék sikerre, de ha nagyobb a megbecsültség, akkor a sikerre is nagyobb az esély. És például Kern Imre olyan fontos projektumokat vezényelt le államtitkári időszakában, mint a vasútfejlesztés, amely nem csak Vajdaságra terjed ki, vagy a Szurcsinob renovációt, és így tovább. Tehát fontos, hogy a miniszterek azt lássák, hogy a mi államtitkáraink, ahogy el is mondtam, valóban szakmailag is megállják a helyüket, és lehet rájuk számítani. A politikus az önkormányzati kampányról is beszélt. Elmondta, hogy intenzív időszak elé nézünk, mert 6-7 eseményeit kell 3,5 hétbe sűríteni. Magyar Kanizsa, Topolya és Zenta tekintetében a VMS szeretné megőrizni a polgármesteri pozíciókat, több helyen pedig erősíteni a jelenlegi erőiket, esetleg polgármestereket adni. Szabadka tekintetében pedig dr. Pásztor Bálint elmondta, hogy teljes mértékben egyértelmű, hogy a jövőben is a Vajdasági Magyar Szövetség és a szerb haladó párt fogja irányítani a várost, hiszen ez így természetes lévén, hogy ez egy több nemzetiségű önkormányzat, amelynek vezetésében ott kell, hogy legyenek a szerbeknek, illetve a magyaroknak is a képviselői. A VMS elnöke arra is rávilágított, hogy van rá esély, hogy akár a magyar párt adja a polgármestert, mert sokat tettek a városért. Amennyiben a Vajdasági Magyar Szövetség kapja a legtöbb szavazatot, amire én látok esélyt, hiszen mi voltunk az a politikai párt, amely az elmúlt 4 évben is bizonyította azt, hogy lokálpatrióták vagyunk, ismerjük a várost, ismerjük és szeretnénk megőrizni a városnak a lelkületét, az épített örökségét, Palicsot fejleszteni, és egyenrangú módon fejleszteni a helyi közösségeket, az összes helyi közösséget, ahol amelyek közül néhány azért az azt megelőző mandátumokban háttérbe szorult. Éppen ezért én számítok mindenképpen a szabadkai magyaroknak a szavazatára, de arra is azt gondolom, hogy számíthatunk, hogy esetleg a velünk élők közül is valamennyien fölismerik azt, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség politikája képviseli azt a Szabadkát, amelyet nagyon sokan nemzeti hovatartozástól függetlenül ebben a városban szeretnek. Ebben a mandátumban, hogyha összeadjuk a szennyvízcsatorna bővítést, a vízvezetéket, az úthálózatot, akkor nagyjából olyan 60 kilométert tesz ki ez a három projektum típus együttesen.
Ezt szeretnénk folytatni a következő mandátumban, mondta a politikus. Dr. Pásztor Bálint a vasúti fejlesztésekről is beszélt. Elmondta, hogy a Szeged-Szabadka vasútvonal megmutatta, hogy mennyire igénylik az emberek a vasúti közlekedést. Néhány hónap alatt ugyanis több mint 20 000 utaztak ezzel a járattal. Ugyanezt fogjuk megtapasztalni a Belgrád-Szabadka vagy Szabadka-Újvidék vonallal is, tette hozzá. Mint mondja, az a terv, hogy a nyárra elkészüljenek a munkálatok, a nyár folyamán fog elindulni ennek a vasúti szakasznak a tesztelése. A VMS elnöke szerint az a reális, hogy az év végén már utazni is lehessen az említett szakaszon. Kétnapos látogatásra érkezett Xi Jinping kínai elnök Szerbiában. Alekszandar Vučić szerb államfő kiemelte, ez a találkozó jelzi Szerbia erős elkötelezettségét a kínai partnerrel való együttműködés további fejlesztésére, mind gazdasági, mind pedig geopolitikai szempontból. A kínai elnök a késő délutáni órákban érkezett a szerb fővárosba Párizsból. A kínai delegáció tagjai, miniszterek és intézmények képviselői pedig már megérkeztek Belgrádba. Xi Jinping 2016-ban járt legutóbb Belgrádban, 32 év után ez volt egy kínai elnök első látogatása a szerb fővárosban. Alekszandar Vučić és Xi Jinping legutóbb tavaly októberben Pekingben találkozott az Egy övezet, egy út elnevezésű konferencián, ahol aláírták a Szerbia és Kína közötti szabadkereskedelmi egyezményt. Xi Jinping kínai elnök Belgrádba érkezése előtt kijelentette, alig várja, hogy találkozhasson Alekszandar Vučić szerb elnökkel és más szerb vezetőkkel és barátokkal, akikkel megerősítik a barátságot, megtervezik a további együttműködést, és, mint hangsúlyozta, új életteret adnak a Kína és Szerbia közötti acélerős barátságnak. A kétnapos látogatás során nem csak a két ország közötti szabadkereskedelmi egyezményről lesz szó, hanem várhatóan a mintegy 400 tagot számláló kínai delegációval több mint 30 megállapodást írnak majd alá a különböző ágazatokban. A két államfő a politikai, gazdasági és technológiai témák mellett a kulturális együttműködésről is tárgyal. A pekingi delegáció egyébként azon a napon érkezik Belgrádba, amikor pontosan negyed évszázaddal ezelőtt Jugoszlávia a NATO bombázása során a kínai nagykövetséget találták el, és 3 kínai újságíró meghalt. A két elnök találkozójának napirendjén várhatóan a globális események, de a helyi problémák is szerepelnek majd. Az eddigi gazdasági együttműködés azt mutatja, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom tavaly meghaladta a 6 milliárd dollárt, és az előny a kínai oldalon van. A Szerbia javára való elmozdulás olyan új beruházásokkal lenne elérhető, amelyek a hazai termelést és szolgáltatásokat erősítenék. Az infrastruktúra, az építőipar, a természeti erőforrások kiaknázása mellett most arra lehet majd számítani, hogy a beruházások egy újabb szintre kerülnek, vagyis a kis- és középvállalkozások szektora jobban bekapcsolódik a kutatás, a tudomány, az elektronikus kereskedelem, az új technológiák és a mesterséges intelligencia területére. A szerbiai üzletemberek a két ország közötti szabadkereskedelmi egyezményben bíznak, amelyet Szerbia és Kína illetékesei több mint 6 hónapja írtak alá, és amelynek végrehajtását július 1-én kellene megkezdeni. Becslések szerint ugyanis 2030-ig csaknem 370 millió kínai lakos kerül be a középosztályba, ami azt jelenti, hogy olyan termékeket engedhetnek majd meg maguknak, amelyek eddig nem voltak elérhetők számukra. Így a szakemberek a szerb mezők gazdasági és élelmiszeripari termékek kínai kivitelére helyeznék a hangsúlyt. A koronavírus járvány kitörése óta ez az első alkalom, hogy a kínai vezető Európába látogat. Xi Jinping a 3 állomásos körútját vasárnap Franciaországban kezdte, kedden Szerbiába, ezt követően pedig Magyarországra látogat. Vladimir Putyin letette elnöki esküjét, ezzel pedig hivatalosan is megkezdte 5. ciklusát. Ez rekordnak számít, orosz elnök ugyanis még soha nem volt ennyi ideig hivatalban. A ceremónia Kreml előtt, majd a Szent András teremben zajlott. Az orosz politikus a századforduló óta kormányozza Oroszországot. Márciusban újabb 6 éves mandátumot szerzett, miután megnyerte az elnökválasztást ellenzéki induló nélkül. Oroszország sorsát mi magunk határozzuk meg a ma és a jövő nemzedéke érdekében, mondta beszédében Vlagyimir Putyin beiktatásán.
Tankok törtek be Rafah területére, megindult Izrael szárazföldi hadművelete a gázai övezet déli részében. A palesztinok arról számoltak be, hogy házakat robbantottak fel Rafah egyik negyedében és az egyiptomi határátkelő hely környékén, valamint harckocsi tűz és tüzérségi lövedékek becsapódása hallatszott keletről. Izrael hónapok óta tervezi a gázai övezet déli részén található Rafah elleni hadműveletet. A zsidó államot a legszorosabb szövetségesei, köztük az Amerikai Egyesült Államok is próbálták lebeszélni a hadművelet megindításáról, mivel több mint 1 millió menekült zsúfolódott össze a térségben. A művelet mindössze néhány órával azután indult meg, hogy a Hamas bejelentette, elfogadják Izrael tűzszüneti alkuját. Izrael célja a Hamas felszámolása, ami az ország kormánya szerint lehetetlen Rafah, valamint az Egyiptom felé vezető határátkelő elfoglalása nélkül. 20 éve nem történt ilyen alapos feltérképezése a szlovákiai magyarságnak, hangzott el a Nemzetpolitikai Kutatóintézet Magyarok Szlovákiában című konferenciáján. A 2021-es népszámlálási eredmények alapján elmondható, hogy Szlovákiában a magyarság létszámának csökkenése kisebb, mint a régió többi részében. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet Magyarok Szlovákiában című konferenciáján egy teljes körű feldolgozást mutattak be az eredményekről. Ezeket többek között Rákóczi Krisztián, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa, és Tátrai Patrik külső munkatárs is koordinálta. 2021-ben és 2022-ben népszámlálásokat tartottak a Kárpát-medencében, ezek adatait pedig tudományos igényességgel dolgozta fel a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Szlovákiában azt látjuk, hogy a többi régióhoz képest a csökkenés jóval kisebb volt, itt is magas, de kisebb, és a csökkenésnek az okai, számszerűsíthető okai elsősorban az asszimilációnak köszönhetőek. Nagy segítségre volt, vagy segítségünkre volt Szlovákiában is az, hogy több módon lehetett megállapítani, hogy kitartható magyarnak, hiszen több kérdés vonatkozott a magyar identitás, a magyar nemzethez való tartozás megállapítására. Magyarországon 2011-ben fogadták el az új alaptörvényt, ez magában foglalja, hogy Magyarország a határon túli magyarságért felelősséget visel. Ezekre az alapokra tudunk azóta is építeni, tette hozzá Potápi. A szlovákiai népszámlálások adatait feldolgozó kutatáshoz ezen irányok mentén fogunk megszólítani szerzőket. A munka eredményeként 8 tanulmány jelent meg 6 szerző tollából, ebből egy angol nyelven olvasható. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet Magyarok Szlovákiában című konferenciáján tájékoztató előadásokat is tartottak a tanulmányokról. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Elstartolt a strand szezon Újvidéken, mától lehet igényelni a szezonális belépőket. Óvatosan a kullancsokkal, a fertőzött vérszívók több betegséget is terjesztenek, ami emberre és állatra is egyaránt veszélyes. Lezárult a Pannon Televízió hírháttér műsorának Csobbanjon a család a közügyek jóvoltából című ajándék sorsolása. A műsor Facebook oldalán hozzászólásban kellett megírni, mely településeken találhatók a közügyek óriás plakátjai. Csak nem 500 válasz érkezett május 7-én délig, Vajdaság szinte minden részéből. A húzás élőben zajlott a mai műsor végén. A szerencsés nyertes nevét Loboda Árpád a közügyek mai házigazdája húzta ki. A négy fő részére szóló belépőt a Szent Erzsébet Murahalmi gyógyfürdőbe Faragó Ilona nyerte. Ezen kívül 4 darab Pannon RTV-s bögre is gazdára talált, ezeket Stipáncsevics Dániel, Szerencsés Piroska és Gábor, Vasverica, valamint Csanák Lívia kapják. A tartományi oktatási titkárság és Magyar Kanizsa önkormányzatának támogatásával megújult az Oromhegyesi Arany János általános iskola épület előcsarnokának egy része. A munkálatok 1,5 millió dinár értékben valósultak meg.
55 éves ablak és ajtószárnyakat cseréltek ki az Oromhegyesi Általános Iskolában. Az oktatási intézmény előcsarnoka már rossz állapotban volt, és felfűtése is gondot okozott. A folyosón a két nagy ablakszárnycsere történt. Hát ezt úgy kell, a nagy ablakszárnycsere, hogy legalább egy 12 négyzetméteres ablakokról beszélünk, illetve a szélfogók azok a bejáratnál, ugye azok a részek, amit mögöttem is látható, ahol tanulók be tudnak menni a terembe, illetve még a folyosóra beérkező tanulóknak egy külön ugye, szárnya. A község területén több oktatási intézmény is megújult az elmúlt időszakban. Magyar Kanizsa önkormányzata egész éven át támogatja az iskolákat, viszont egy nagyobb beruházáshoz elengedhetetlen a segítség. Emelte ki Fejsztámár Róbert, polgármester. Hozzátette, ezeknek az objektumoknak a felújítása folytonosságot igényel. Azért jelentősek ezek a beruházások, mert mindig egy kicsi lépéssel előrébb jutunk, hogy megvalósíthassuk a nagy és teljes beruházást, ami ugyebár a mögöttem álló épület tekintetében a teljes külső szigetelést és a teljes festést jelenti, ami egy jóval nagyobb összeg, mint amiről most beszélünk. Ugyebár most egy 1,5 millió dináros beruházásról beszélünk, aminek a 10%-át az önkormányzat biztosította, viszont a 90% a tartományi oktatási titkárság részéről jött. A tartományi oktatási titkárság az elmúlt 8 évben igen nagy hangsúlyt fektetett ezen intézmények felújítására, emelte ki Szakállal Zsolt, tartományi oktatási titkár. Az, ami egy nagyon fontos dolog, hogy a tartomány területén tehát 550 iskola van. Ebből tehát még bár több mint 1000 objektummal. Így úgymond azok az eszközök, amiket ha azt mondom, hogy több 100 millió dinár került kiosztásra, meg lehet, hogy valójában az egy nagy összegnek hangzik, de amikor szétosszuk ezekre az intézményekre, akkor mégis ez egy eléggé kis összegnek mutatkozott, és fontos, ahogy már említett, és a jövőben is folytatni ezt a munkát. Szakállas Zsolt nyilatkozatában arra is kitért, hogy a következő időszakban szeretnének az oktatási intézmények felszereltségén is javítani, amely az önkormányzatok közreműködésével valósulna meg. Elstartolt a strand szezon Újvidéken. Ez a strand az egyik legszebb és legrendezettebb strandnak számít a Duna teljes szerbiai szakaszán, amely számos lehetőséget kínál az ide látogatóknak. A szezonális belépőket mától lehet igényelni. Az újvidéki strandon 2010 óta változatlanok a belépőjegyárak. Mától elérhetőek a szezonális jegyek, melyek ára 1345 dinár, de a diákok, egyetemi hallgatók és nyugdíjasok kedvezményesen 1150 dinárért juthatnak hozzá. Május 14-től pedig a napi belépés is fizetőssé válik, amelynek ára szintén változatlanul 50 dinár lesz. Az újvidéki strand valódi kincsként szolgál a lakosok számára. Legyen szó kikapcsolódásról, családi piknikről vagy baráti találkozóról. A látogatók a város zajától megpihenhetnek, fürödhetnek, vagy éppen egy hideg italt kortyolgathatnak a nagy hőségben. Kad sam bila mlađa, na strand sam dolazila stalno preko leta, to mi je bilo kao zamena za more, išla sam i na more, ali uvek posle ovde i sa društvom sam ceo dan visila, jako je prijatno, opuštajuće, zabava, muzika, sjajno je. Sada kada imam dete, sa njim stalno dolazim ovde, on voli vodu, da se igra, ima puno igrališta za decu, tako da je savršeno i za porodice, i za mlade, za sve. Dolazim na strand još od početka aprila, svaki dan kad je sunčano. Ovde mi je relaksacija, odmor, mir, tišina, priroda, voda. Ništa lepše od toga. Az újvidéki strand idén is számos kulturális és rekreációs programmal várja az érdeklődőket. Od 1. maja na plaži prisutna i ekipa prve pomoći i spasilačka ekipa kako bi kupači pre svega bili bezbedni. To jeste ono što je najvažnije, a naravno toliki broj sadržaja od dečjih igrališta, sportskih terena, biblioteka koja na štrandu daje mogućnost posetiocima da čitaju i nađu svoje mesto u hladu. Govori o tome da štrand zaista ima sadržaje za sve uzraste od najmlađih do najstarijih sugrađana.
Az értékmegőrző kabinok éves bérleti díja a kisebb kabinok esetében 15 ezer dinár, míg a nagyobbakért 20 ezer dinárt kell fizetni. A strand használatát egyébként május 14-től kezdik megfizettetni, fürödni pedig reggel 8 és este 7 óra között lehet. A jó idővel együtt pedig újra itt a kullancs veszély. A fertőzött vérszívók több betegséget is terjesztenek, ami emberre és állatra is egyaránt veszélyes. Fontos a folyamatos ellenőrzés, hiszen csak így tudjuk felmérni, hogy van-e a test bármely pontján kullancs. A járványügyi szakember és az állatorvos is a megelőzésre hívja fel a figyelmet. Az enyhe telek miatt már nincs hagyományos értelemben vett kullancs szezon, ami tavasztól késő őszig tart. Szinte egész évben tartani kell a vérszívóktól. Szabadkán és környékén is egyre többen töltik szabad idejüket az erdős fás területeken. Ezeken a helyeken azonban gyakran találkoznak kullancsal. Ami viszont a város központjához közel található sétaerdőt illeti, itt idén a legtöbben még nem láttak ilyen vérszívót. Nije bilo problema dosad. Údudovoj šumimi. Ja često dolazimo, recimo, skoro dnevno. Niste videli? Nismo ni pokupili. A kullancsokkal nem is lenne semmi gond, ha az emberen élősködve nem okoznának különböző betegségeket. Ha megtörténik a baj, javasolt, hogy minél előbb eltávolítsuk a kullancsot. Erre pedig tökéletes eszköz lehet egy egyszerű csipesz is. A szakemberek szerint minél tovább van a kullancs a testen, annál nagyobb esély van arra, hogy a kórokozók bejussanak a szervezetbe. Nálunk Vajdaságban beszélünk Lyme-kórról, de ha megyünk kicsikét nyugatra, tehát már Horvátországban vagy Magyarországon, Dunántúli régióban, itt már regisztrálható a kullancsos enkefalitis. Persze, kullancsok bírnak terjedni még néhány fertőző betegséget, mint a krim-kongo hemorágiás láz, aztán a tularémia, vagyis a nyúlpest is, kiúláz, és így tovább lehetne sorolni. A kullancs nem csak az embert veszélyezteti, hanem a házi kedvenceinket is. Dr. Szabó Batancs tíme állatorvos elmondta, az alapos bundavizsgálat mellett a megelőzés talán még fontosabb, és havonta kell szinte egész évben kullancsellenes készítményekkel kezelni kedvenceinket. Cseppekkel, tablettákkal, spréjjel, kullancsellenes nyakörv használatával. Többféle betegséget is tudnak a kullancsok közvetíteni, valójában ők nem ők okozzák a betegséget, hanem a kórokozók, amelyeket ők közvetítenek a vérszívás által. Tehát például a kutyáknál babéziózisról tudunk beszélni, erlihiózisról, és a többi, és a többi. Tehát én megint csak a megelőzésre tenném a fő hangsúlyt, tehát hogyha megfelelően védekezünk ellenük, akkor minden rendben lesz. A kullancsok nagy része az aljnövényzetben húzódik meg. Nagyon fontos a védekezés ellenük, hiszen a vérszívók akár több generáción keresztül is képesek hordozni a fertőzéseket. A szakemberek szerint fontos lenne az is, hogy házunk táját, udvarunkat, kertünket is védjük a kullancsok ellen különféle szerek segítségével. Ezeket nálunk a legtöbb növény- és állatpatikában meg lehet vásárolni. Az orvosok szerint pedig még egy hasznos tipp, hogyha időben elkezdjük magunkat is védeni a kullancsok ellen különféle spréjek segítségével, amelyeket magunkra fecskendezünk, és ha a természetbe indulunk, ne felejtsük otthon a csipeszeket. A biztonságos kerékpáros közlekedésre, valamint a bicikli sport népszerűsítésére hívták fel a figyelmet Szabadka főterén a közelgő olimpiai játékok fényében. A Figyelj, hogy lássanak, közlekedj kerékpárral megnevezésű program során általános iskolás gyerekek vehettek részt kerékpáros, illetve kerékpárral kapcsolatos feladatokban, valamint a közlekedési szabályokról is hallhattak. Szerbiában egyébként évente átlagosan 50 kerékpáros veszíti életét a közlekedésben. Láthatósági mellényt kapott minden résztvevő gyerek, hiszen annak viselete ugyan nem kötelező, viszont ajánlott biciklizés közben. A diákok egy rövid bemelegítő után különböző kerékpározással kapcsolatos vetélkedőkön vehettek részt. A rendezvény célja a kerékpározás népszerűsítése, valamint hogy felhívják a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára. Az általunk megkérdezett gyerekek ritkán kerékpároznak. Ne vozim je jako često, ali bezbedno može da se vozi bicikla ako se poštuju pravila i nosi se kaciga i ostala oprema. Dobar je sport, uvek ga je dobro raditi, mislim da trebamo da budemo bezbedni dok ga vozimo.
A kerékpáros és egyéb akadálypályák mellett a fiatalok hallhattak a vonatkozó törvényekről is. Egyebek mellett a szerbiai törvény azt írja elő, hogy a kerékpár elején fehér, a hátulján piros lámpa kell, hogy működjön. A kerékpáros karjaival kell, hogy jelezze még időben, hogy merre fordulna. A láthatósági mellény és a bukósisak viselete azonban a törvény szerint nem kötelező, de ajánlott. Ideje je da povećamo vidljivost, da smanjimo naravno povređenih na drumu i onih nastradalih, pogotovo tako da ideja sa Agencijom za bezbednost i Olimpijskim komitetom došli smo na ideju, naravno izbog promocije, jer ove godine je olimpijski sport, biciklizam, ponovo smo se vratili u olimpijske vode i želimo da i na jedan i na drugi način utičemo kako u promociji samog biciklizma, tako i u bezbednosti, jer znamo svi koliko nastrada biciklista na drumu. Želimo da povećamo naravno vidljivost, kulturu u saobraćaju i da animiramo decu da voze biciklom do škole. Szabadka egyike annak az öt szerbiai városnak, ahol megvalósul ez a program. Stevan Bakić polgármester beszédében kiemelte, mindent megtesznek a kerékpárosok biztonságáért, viszont az eredmények jobbak kellene, hogy legyenek, főleg ami Szabadka városát illeti. Sa jedne strane imamo zabrinjavajuću statistiku učesnika kategorije biciklista u saobraćaju. Svaki četvrti učesnik saobraćajne nesreće je biciklista. Sa druge strane imamo mnogobrojne i raznovrsne aktivnosti lokalnog saveta za bezbednost saobraćaja. Az eseményen arra is felhívták a figyelmet, hogy amellett, hogy a kerékpárosoknak figyelmesen és szabályosan kell közlekedniük, a közlekedésben résztvevő egyéb járművezetők is figyeljenek a kerékpárosokra. Megkezdte a támogatói aláírások gyűjtését az önkormányzati választásokra a Szabadka az erőszak ellen Szabadkát választom Nella Tonkovics nevű lista. Szabadkán öt ellenzéki párt kötött koalíciós szerződést. A Szerbia Népi Mozgalma, a Demokrata Párt, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga, a Zöld Baloldali Front és a Horvátok Demokratikus Közössége. Az elmúlt időszakban kifejtett munkájukról Nella Tonkovics listavezető kiemelte, hogy elbeszélgettek a polgárokkal arról, milyen Szabadkán szeretnének élni, és feltérképezték a helyi lakosok legfontosabb igényeit és problémáit. Mivel Szabadka több nemzetűségű közösség, ezért kell jó szomszédok módjára viselkednie mindenkinek, hangzott el a koalíció sajtótájékoztatóján, amit a Szabadkai Városháza előtt a Kék Szökőkútnál tartottak. Jedan od prvih ciljeva je da razumemo da smo svi komšije. Da su ovi ljudi koji vam se predstavljaju svojim licima vaše komšije. To je prvih 20 odbornika koji će se naći na našoj listi. A pošto smo komšije, jasno je da ćemo potpuno zastupati javni interes, interes građana u svakom trenutku. Pošto smo komšije, naša je dužnost da se borimo za to da grad postane daleko bolji. Da grad ne toleriše ni nultu stopu korupcije i da naprosto uvek možete da se oslonite na vaše predstavnike koji će jasno razumeti ono što su vaše potrebe. Drugi naš jednako bitan zadatak je da vratimo osmeh u Suboticu. 28. alkalommal rendezték meg a cserépaljai fiáker szemlét. A parád és kocsik és lovak nemzetközi szemléjére a délbánáti cserépaljára egész Szerbia területéről érkeztek a lovasport kedvelői. 32 évvel ezelőtt rendezték meg első alkalommal az ortodox húsvét másnapján a lótenyésztők és nemes állataik bemutatkozását cserépalján. Volt néhány év kihagyás, így idén 28. alkalommal érkeztek a versenyzők a délbánáti településre. Svake godine dolazimo u Cerepaju na Fijekerijadu, prosto volimo konje, obožavamo to druženje, navijamo i tako dalje. Inače, mala Nika ima 5 godina. Az idén több pónilovas fogat is volt a versenyzők között. A legifjabb fogathajtó Nika Beleslin volt, aki édesapjával Nagy Kikindáról érkezett és imádja az állatait. Pa, igram sa s njima četkajim, čistim kopita i ja ih
sétam, jársam ich. A délbánáti cserépalján a lótenyésztés hagyománya több mint 2 évszázada fennáll, akár csak maga a település is. Ma már a lovakat csak kettelésből, szeretetből tartja, mint egy 15 család a faluban. Konje držimo, znači ceo život imamo konje, nikad nismo bili bez konja, to je jedna velika ljubav i ovaj ima tu dosta odricanja i svega, ali na kraju kad se upregnu fijakeri, kad se proteraju, to je nešto neopisivo. Cserépalján 1993 óta működik a lovas klub. Branislav Jankov elnök örömét fejezte ki, hogy 3 évtized után kilátás van arra, hogy a lovas klub saját helységeket kapjon, ahol tagjai végezhetik tevékenységüket. Tu ćemo napraviti sve te pekare da donesemo iz naših vitrina, da ih stavimo tamo i da napravimo neki kutak, da kogod hoće da dođe da vidi od davnina, od 30 godina nazad, kako se razvio konjički sport u Trebaji. To je cilj. A látványos bemutatkozás szép számú közönség és egy 5 tagú bizottság kísérte végig. Több kategóriában díjazták az 1. helyezés nyerteseit. Fijekerijada je revijalna, znači da se prikaže hod konja, uparenost konja, da se prikaže oprema, fijakeri, vozači i sve to u nekom skladnom odnosu da bude jedno sa drugim prema tim već ustaljenim kriterijama. Az egésznapos rendezvényt a tartományi regionális fejlesztési, régióközi együttműködési és helyi önkormányzati titkárság, Antalfalva község, a cserépaljai helyi közösség és helyi magánvállalkozók támogatták. A Kragujevac Radnicki csapatát fogadja a TSC a labdarúgó szuperliga bajnoki rájátszásának következő fordulójában. A topolyai együttes pedig egy esetleges győzelem esetén bebiztosíthatja 3. helyét a tabellán, hiszen ellenfeleik már nem tudnák őket utolérni a hátralévő 3 fordulóban. A mérkőzés szerda délután 4 órakor kezdődik a TSC arénában. I sigurno da očekujem veoma izazovnu i zahtevnu utakmicu. Utakmicu koja vredi puno i za njih i za nas, sa puno duela, kao što je bilo u ostalom i ona prva koju smo sa njima odigrali. Mi na drugačiji način potpuno od njih se pokušavamo da kontrolišemo igru, pa ćemo vidjeti u zavisnosti od toga ko kome bude uspeo da nametne to što želi, imaće veće šanse za pobedu. Eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. A VMS 8 államtitkára a magyarság számára fontos ügyekért fog dolgozni a következő mandátumban is, nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádióban dr. Pásztor Bálint. Szerbiában tárgyal majd Xi Jinping, kínai elnök. Letette az elnöki esküjét Vlagyimir Putyin. Oroszország régi új elnöke ezzel hivatalosan is megkezdte 5. ciklusát. Nem jött létre a tűzszünet Izrael és a Hamas között, bevonult Rafahba az izraeli hadsereg. További hírekért látogassanak el honlapunkra, panonrtv.com-ra. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!